Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon egy spontán taró kirakással. Mi vár rád a héten? Milyen lesz a heted? Persze, a lényeg a szerelembe, de bevonjuk a többi dolgokat is. Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyj be a szemed és élvezd a hegyi kristály hangtár reszkését, valamint még én a kártyát keverem, küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Koncentrálj! Milyen lesz a hétfő? Hétfő, a kert, szerda, csütörtök, péntek, szombat és a vasárnap. Milyen lesz a heted? És portál kapu is nyílik, szóval 30-án is 10 nap megy egymás után. Igen. Nézzétek, csak ez azt jelenti tényleg, hogy a kelyhek lovagja. Szóval a héten lesz esélyed, lesz lehetőséged, bókot fogsz kapni, szép érzés fogsz kapni, érzések, a kelyhek mindig tele érzéssel teli. Ó, valami beindul az érzésekkel kapcsolatos, ez nagyon jó. Nézzük, mi van rád 29-én. 29-én itt a sors kereke, és ez azt szimbolizálja, igen, hogy nagyon pozitív irányba alakul ez az egész, a sors kereke. Igen, hogy beindul nálad a szerelemben is valami. Most ez a telihold is lehet játszik egy szerepet, a sorskerek az mindig előre megy. És hogyha most itt lent voltál, akkor ez fölfelé indul neked. Szóval ez 29-e, 30-án, kedden már portálnap van. Úgy látom, hogy a botok négyes azt szimbolizálja, hogy úgy érzed tényleg, hogy olyan nyitott vagy, vagy befogadó vagy, vagy beleszel fogadva. Szóval ez egy nagyon jó érzés lesz. Úgy érzed, hogy hú, nagyon jó érzed magadat. És az érmék ásza, hogy ezt valamit létre is tudsz hozni. Úgy látod, hogy létre tudsz valamit hozni, valóra tudsz valamit váltani, olyan befogadva vagy, szerelembe is olyan jó érzed magad. Nagyon jó. Nagyon jó energia ez kedden. 31-én szerdán pedig valami nagyon gyors változás lesz, nagyon gyors tüzes beindulást. Nézd, a botok 8-as, ez nagyon pozitív, nézzétek a portál kapu nyílása, megy valami, megy előre, haladunk húsvét elé, ez húsvét felé, ez nagyon jó. De, nézd csak, április 1-én szintén olyan szívszúrás fogsz kapni, úgy érzed, hogy olyan jó beindult minden is most, úgy érzed, mintha valaki tényleg szíven szúrt volna. Hogy lehet, hogy ez a te érzésed csak, ami feljön benned, és úgy érzed, hogy most miért nem, mert lehet, hogy nagyon nagy az elvárásod, amivel így erre a hétre hozzá irányába mész, szóval azt kell, hogy megnézed, hogy ne legyen olyan túl sok elvárásod. Ha nincs túl sok elvárásod, akkor nincsen csalódásod se, látod? És szóval azt mondja még ez a kártya szintén, hogy mint ahogy látod, hogy le fogjátok másodikán tisztázni a dolgokat egymással. Hogy másodikán lesz lehetőség letisztázni mindent, hogy pozitív irányba alakuljon ez az egész, és a botok hatosa, az a győztes szimbolizálja a sikert, a győztest, ez nagyon jó. Szóval péntekig lesz már egy változás. Lehet, hogy volt közöttetek valami, vagy egy kis
összeszólás, vagy lehet, hogy többet elvártál, mint amit kaptál tőle, és ezért egy kicsit úgy érezted, hogy szíven szúrt, fájdalmat éreztél, de lehet, hogy ez már régebbi, ami feljön benned, szóval pénteken ezt letisztázzátok, és szombaton pedig az jött be, hogy a botok király ez egy nagyon jó energia, szóval szombaton teljesen úgy érzed, igen, hogy le vagy földelve, meg tudsz mindent tenni, meg tudsz mindent teremteni, nagyon pozitív. És nézzétek, csak vasárnap, ez húsvét vasárnapja, hogy te teremted mindent meg az életedben. Te teremted meg, és létrehozod a mágikus és a botokászat. Megteremtesz mindent az életedből, és létrehozol a gondolataiddal. Na, az érzést is teremtsd akkor meg magadnak. Ez nagyon jó, de lesz persze húsvéti kirakás is nektek, meg a héten is, csak legyetek türelemmel, ahogy érkezek, úgy készítem nektek a videókat. Nézzük csak, hogy mire gondoltok most ezen a napon, vagy nem, ezen a héten. A gondolati oldalotokat megnézzük, az érzelmi oldalaitokat megnézzük. És megnézzük, hogy hogy alakul ez tovább ezen a héten közöttetek. Hova tudsz még felfigyelni? Hú, ez három kijött. Hát úgy látom, hogy valami konfliktus van még bennetek, igen, valami konfliktus, ez a hetes, a kardok hetese, lehet, hogy önmagatokban van egy ilyen belső konfliktus, hogy ide-oda egyszer így gondolod, egyszer úgy gondolod, ezt kell még feloldani, itt segít szintén a teli hold a mai napon. Gondolatban úgy látom, hogy úgy látod még, hogy hát sokat kell még én nekem ezen fejlődni, nagyon sokat kell még, hogy megtegyek ezért, és úgy látom tényleg, hogy de tele vagy annyira energiával, te olyan szenvedéllyel teli egyéniség vagy, csak fontos az, hogy tényleg, hogy letisztázz magaddal, hogy mit is akarsz. De a legfontosabb, hogy felismerd, hogy a gondolatoddal irányítod az egészet. Amit gondolsz, aztat, vagy amit érzel, meg gondolsz, azt az jön létre. Szóval a szívedben mit érzel? A szívedben úgy látom, hogy lesz esélyed az érzéseidet kimutatni, igen, de még úgy látom nálad, hogy te még egy kicsit hiányérzetben vagy itt önmagaddal. Még nem érted el azt a magas szintet, ezt most nehogy úgy érezzétek, hogy ítéletből mondom, hanem érezd bele magadba tényleg, hogy elérted már azt a magas szintet, hogy szereted már annyira önmagadat, amennyire, hogy ne legyen benned elvárás, ne legyen benned hiányérzés, és ezért kijött a bolond ember, az pedig azt jelenti, hogy legyél spontán, legyél nyitott, legyél könnyedje, ilyen könnyedén hagyjad, hogy az érzések feljöjjenek, és ne hiányérzésbe legyél, akkor ez fejlődik, és hogy fog tovább alakulni? Hát kijött itten tényleg a hold. Az hold az azt szimbolizálja, hogy a félelmek még itt vannak nálad, azt kell még, hogy megnézed a félelmeket, valamint van még benned egy valami függőség, vagy pedig függsz attól, hogy mit mondanak az emberek, vagy pedig attól függsz, hogy mit mond a lélektársad, vagy pedig attól függsz, hogy gondol rád, mit tesz, mit csinál, nem csinál, ez a függőséget kell, hogy feloldjad, és nézd, akkor úgy látom, akkor nagyon pozitív irányba be fog valami indulni, és tényleg ez a kocsi, hogy elindul valami előre haladni, és akkor tudod létrehozni, amikor eléred tényleg azt a külső és belső gazdagságot önmagadban, a gazdagságnak érzed szintén magadat, úgy látom. Ez játszik itten egy nagyon nagy szerepet. Ez a hét, ez szóval fejlődni fog.
húzzunk még egy kártyát ebből a kártyából. Koncentrálj most erre a hétre, hogy mit hoz neked ez a hét. Egy kártyát húzunk. A Saat für unser Glück im Leben ist die Liebe, die wir weitergeben. A mag, az élet magja, nem, a mag, a szerencse magja az életben, az a szeretet, ami mi tovább adunk. És a szerencse vetés, vagy a szerencse mag, a die Ernte deines Lebens entspringt den Samen deine Gedanken. Igen, amit te aratni fogsz az életedben, az abból a magból származik, amit te gondolsz. Többféle magot hordunk a mi belsőnkben. Jó magot és rossz magot. A mag az elégedetlenség, a kényelmesség, az irítség, a kapsiság, a bátortalanság, az ítélet, de van mag, például a hála és köszönetérzés, a hálaérzés, a közeltség, az értékelés, a szívesség, az őszintesség, a figyelmesség, a kedvesség, a nagy lelkűség, a segítség, ezek mind a szeretet magjai. Te saját magad döntöd el minden pillanatban, hogy melyik magot veted el, melyiket locsolod. A te szíved olyan, mint egy kert, és te vagy a kertész. Amit te elvetsz és ápolsz, azt fogod majd aratni. És mindent, amit te magadban kivirágoztatsz, az mind terjedni fog, mert minden növénynek minden növénynek az a célja, hogy a magját tovább adja. A te vetésed, szóval dönti el, hogy a te kertedben mi fog nőni. Az dönti el, hogy szerencse, boldogság, béke uralkodik-e a világodba. Én kívánok neked sok örömet és sok szeretettel teli kerti ápolást a szívedben. Hát remélem, jó fordítottam le. Ha így volt, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Nagyon szép kilátás lesz, szóval pozitívan gondolkodni. Pozitív, jó magokat vetni. Nagyon szép vasárnapot kívánok holnapig, vagy pedig ma este a rituálig. Sziasztok, Valéria!